A kifeszített szalag jelzi, ünnepi pillanatokhoz érkezett Bátaszékváros 25 éves történetének első olyan beruházása, mely az önkormányzat nyertes pályázatával a gazdaság fejlesztését célozta. Az ipari park és benne az agrárlogisztikai központ külön-külön pályázati forrásból az Európai Unió támogatásával és a megyei önkormányzat finanszírozásában valósult meg. Az ipari park fejlesztésére 267, az agrárlogisztikai központra 550 millió forint vissza nem térintendő támogatást kapott Bátaszék. Lehet, hogy a véletlen műve, de talán nem, hogy a 25 éves városavató évfordulóján tudunk olyan beruházásokat átadni, és tudunk úgy ünnepelni, ami a város történelme szempontjából fontos és kiemelkedő esemény, hiszen újkori történelmünkben még nem volt arra példa, hogy gazdaságfejlesztő, gazdaságélénkítő beruházás önkormányzati finanszírozásban tudjon megvalósulni. Hiszen a mai napon egyrészt az agrárlogisztikai központot adtuk át, melyre 550 millió forint pályázati forrást sikerült elnyerni és nagyon eredményesen felhasználni, illetve ünnepélyesen átadtuk a kiszolgáló létesítményeket, a szabad így fogalmazni, hiszen 267 millió forintért 6 hektárnyi terület ipari alapinfrastruktúrája is elkészült. Ezek a beruházások nem biztos, hogy olyan látványosak, olyan tekintetben, hogy a város polgárainak a hétköznapi életét ezt jelentősen befolyásolná. Nem is biztos, hogy minden nap látják, hiszen a városon kívül valósult meg, másrészt elrejtettük a földbe. Viszont a város jövője szempontjából nagyon fontos, hiszen ezzel alapoztuk meg azt, hogy vállalkozások otthon találhassanak Bátaszéken, ezáltal munkalehetőségek jöhessenek még létre Bátaszéken, családok számára tudjunk megélhetést biztosítani, vagy tudjanak ők megélhetést biztosítani, és nem utolsó szempontból a várost gazdaságilag is megerősíteni, hiszen a működőképes vállalkozások vannak, azok gyakorlatilag akár az adó forintjaik befizetésével, akár a rendezvényeink, eseményeink támogatásával olyan feltételeket tudnak számunkra biztosítani, amely nagyon fontos egy 21. századi kisváros számára. Nagyon bízunk abban, hogy ezzel meg egy utat nyitottunk meg. Egyrészt, hogy maga a létesítmény valóban, mint mezőgazdasági vállalkozások kiszolgáló létesítménye, nem csak Bátaszékre, hanem Bátaszék környékére is vonatkozóan is tud majd szolgáltatásokat nyújtani, sőt, talán még a megye határon túlra is, hiszen az autópálya közelsége, és mivel Bátaszék egy közvetlen lehajtó csomóponttal rendelkezik, a szállítási időt és szállításnak a menetét is roppant módon le fogja tudni egyszerűsíteni és le fogja tudni redukálni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a terület és így Bátaszék nem csak agrár szempontból, hanem egyéb szempontból is egy logisztikai központtá válhat. Látjuk, hogy nem csak az önkormányzat valósított meg beruházást, hanem már zajlik egy igen komoly létesítménynek az építése az agrárlogisztikai központ tövében, ami szintén mezőgazdasági jellegű tevékenységet fog majd folytatni. Ez valóban visszacsatolás arra, hogy jó volt az elképzelés, jó adottságokkal rendelkezik a terület, és ebből a szempontból vállalkozások látnak benne lehetőséget, hogy Bátaszéken megtelepedve adott esetben a vállalkozásokat bővíteni vagy újraindítani tudják. A térség mezőgazdasági termelői számára a piaci jutás feltételeit szolgálja ez a hűtőház, és ezzel a helyben maradás feltételeit is megteremti, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Azt látjuk, hogy Tolna megyében, főleg Szekszárd környékén van jó néhány nagy vállalkozó, akár borász, meg más mezőgazdasági vállalkozó, akik ügyesen szervezkednek, megállnak a saját lábukon, de nagyon sok fiatal van, aki most kezd, és nem rendelkezik azokkal a feltételekkel, amivel egyesek már rendelkeznek, és az évtizedek alatt már szépen felfejlődtek, és mi éppen ezeknek az induló és kis, főleg fiatal gazdáknak szeretnénk a hasonló beruházásokkal segíteni, lehetőséget teremteni, hogy ők is tovább tudjanak lépni, és hát ne legyen semmiféle akadály abban, hogy majd az idő folyamán ők is ugyanolyan tehetségesek és erőteljes gazdaságokat tudjanak működtetni, mint az esetleges példaképeik. Mindenképpen az a cél, hogy itt helyben a fiatalok úgy érezzék, hogy megéri
itt maradni. Van jövőkép, van lehetőség, nem kell külföldre menni, nem kell máshova menni, dolgozni, hanem itt helyben az adottságaikkal tudnak élni úgy, hogy jövőt teremtsenek maguknak. A szalag átvágása egy folyamat vége és egy újabb kezdete is egyben, hiszen már újabb betelepülő kezdi meg a beruházását az ipari parkban. Orbán Attila azt mondta, a következő pénzügyi ciklusban is támogatni kívánja a megye a hasonló gazdaságfejlesztési elképzeléseket.